Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, és ha hiszitek, ha nem, ez már a 96. videóm, ami azt jelenti, hogy nem sokára el fogunk érkezni a 100. Wow! Wow! Ja, elég durva, és így gondolkodtam, hogy mit lehetne csinálni, ami a csatornám tematikájába vág, de nem a szokásos filmkritika vagy sorozat ajánló, hanem valami picit más. Aztán annyira magától értetődően jött a válasz, hogy így nem is értem, hogy hogy nem jutott eddig eszembe, olyan egy-másfél évvel ezelőtt ugyanis az egyik barátommal nézegettük az IMDb top 250-es listáját, ugye a legjobb filmekről, és azt tippelgettük, hogy a legjobb 100-ból mennyit is láttunk, és természetesen mindketten azt mondtuk, hogy hát a nagy részét nyilván láttuk, körülbelül a 70-80%-át, aztán ahogy elkezdtünk egyenként végig menni a filmeken, akkor jöttünk rá, hogy hát bizony a felét sem. És én, mint filmrajongó, úgy voltam ezzel, hogy ez nem maradhat így, úgyhogy elkezdtem szép lassan bepótolni az összeset, amit nem láttam eddig, és a múlt hétvégén a végére értem, úgyhogy most már elmondhatom, hogy láttam az IMDb legjobb 100 filmjét. Úgyhogy erről fogok nektek beszélni ebben a videóban, meg még az elkövetkezendő néhányban. Nem ilyen részletekben menően szeretném, mert akkor egy évig erről szólna körülbelül a csatornám, hanem éppen az lenne a lényeg, hogy így a benyomásaimat átadjam nektek egy-két mondatban, hogy mi maradt meg az egyes filmekből, a történet, a szereplők, a zene, vagy egyáltalán semmi, és elfelejtettem úgy, ahogy van. Ez nekem is izgalmas lesz egyébként, mert van olyan film, amit több mint 10 éve láttam, úgyhogy nem tudom, hogy mi maradt meg belőle, még akkor is, ha nagyon-nagyon jónak tartom azóta is, és remélem, hogy nektek is lesz valami információ értéke ezeknek a vidéknek, mert hogy egy csomó olyan film volt ezen a listán, nekem mindenképpen ez volt az élményem, amit soha az életben nem néztem volna meg, de így, hogy rákényszerítettem magam, megnéztem őket, és ilyen nagyon pozitív csalódás volt, rengeteg-rengeteg alkotás, úgyhogy remélem, hogy ebből valamit nektek is át tudok adni, és lesz majd egy-két olyan film, amit így feltesztek a listátokra, amit amúgy nem néztetek volna meg. A struktúrára annyit, hogy 20-asával fogunk haladni, tehát 100-tól 80-ig, majd 80-tól 60-ig, és így tovább, és ha minden igaz, akkor a 100. videómnál fogunk eljutni a 20-tól a legelső helyig, úgyhogy akkor fogjuk látni azokat a filmeket, amiket a nézők legalábbis az IMDb-n a legjobb filmeknek tartanak. A szokásos disclaimert azért ide is kitenném, ahogy mondtam, valószínűleg lesz olyan film, amiben semmire sem emlékszem, vagy olyan, amire azt mondom, hogy egészen egyszerűen egyáltalán nem tetszett, és haladjunk tovább. Ez csak az én véleményem. Ha valaki nem ért velem egyet, akkor nyugodtan írja meg, ha máshogy gondolja a kommentek között, vagy azt is akár, ha nagyon egyetért velem, mert azért remélem, hogy többségében lesznek azok a filmek, amiket nagyon szeretem, és a mai napig jó emlékkel gondolok vissza rájuk. És akkor vágjunk is bele az IMDb legjobb 100 filmjébe, kezdve a 100-dikkal, ami nem más, mint a Bicikli tolvajok, ez egy viszonylag régi olasz film, és amire emlékszem belőle, hát az, hogy a zenéje az jó volt, a történetben nem sokra emlékszem a bicikli tolvajláson kívül, amiről végül szól a film, és még az maradt meg bennem, hogy a hangsáv ilyen nagyon furán ugrált abban a verzióban, amit én láttam az olasz és a magyar között. A magyarban nagyon jó volt a szinkron hang, tök jó hangokat választottak, viszont egy csomószor volt olyan, hogy így már megállt az eredeti olasz szereplőnek a szája, nem mozgott semmi, viszont a hang még mindig ment ilyen hosszú másodperceken át, úgyhogy valószínűleg itt a szinkron is legalább annyira régi, vagy picivel fiatalabb csak, mint a film, ami azt hiszem a 40-es években készült. Úgyhogy el voltam ezzel a filmmel, de annyira nem győzött meg. A 99. már egyre érdekesebb. Ez egy Kubrick film, és egészen jó, szerettem, több emlékezetes jelenet is van benne. Ez a vietnámi háború tematizálja ez a film. De az a helyzet, hogy én nem sokkal az Apokalipszis most után láttam, aminek elég hasonló a témája, és ez szerintem egyen jobban fogja meg ezt az egész őrült, már-már hipnotikus légkört. Úgyhogy ha választanom kéne, akkor inkább az utóbbira szavaznék, de ennek ellenére azért szerettem a Full Metal Jacketet is. 98-as a Vadászat című film, Jakten, majd a svédesek javítsanak ki. Minden esetre ez az első olyan film a listán, ami így komolyan érzelmeket váltott ki belőlem, konkrétan eleinte utáltam, így folyamatosan azt éreztem, hogy nem értem, hogy miért nem mondja a főszereplő ezt vagy azt, hogy ki kecmenegjen a balhéból, amiben belekerült. A filmben itt egy óvó bácsit megvádol azzal egy óvodás, hogy szexuálisan zaklatta, nem is gondolja végig a kicsi, hogy mit tesz ezzel, viszont nyilvánvalóan óriási balhé lesz ebből az egészből, és nagyon durva hatása lesz ennek a vádnak az illető férfi életére. Annak ellenére, hogy a nézések közben mennyi minden zavart, így utólag belegondolva, nagyon érzékletesen mutatja be ez a film, hogy milyen is a kirekesztés, vagy az igazságtalanság megélése egy ártatlan embernek, és végig is nagyon jó volt és elgondolkodtató. Úgyhogy igazság szerint szerettem ezt a filmet, és tudom javasolni, hogy nézzétek meg, ha még nem tettétek volna. A 97-es az Arany Polgár, Citizen Kane, ami egy film történeti klasszikus, és én nem sokra emlékszem belőle, azon kívül, hogy sokat olvastam utána, és akkor így a háttérinformációk megmaradtak, például, hogy a főszereplő nagy mágnást, kinek az alakja alapján formálta meg,
a rendező, de így maga a történet, vagy a szereplők, hát már kicsit homályosak, úgyhogy ezt nem annyira tudom javasolni. A 96-os az egy makulátlan elme örök ragyogása, ami az első olyan film, amit tényleg fenntartások nélkül tudok javasolni bárkinek, aki egy jó filmre vágyik, és így szokták mondani, vagy nem tudom, még talán tartja magát ez a klisé, főleg a férfiak körében, hogy a romantikus filmek nem lehetnek igazán jók, vagy mindig nyálasak. Hát tessék megnézni ezt a filmet, hihetetlenül jó, vicces, érzékeny, van mondani valója. Igazából arról szól a film, hogy mi lenne, hogyha ki tudnánk törölni valakinek az emlékeit teljesen magunkból, nyilván a párkapcsolat kontextusában. Egyáltalán van-e ennek értelme, szeretnénk-e? Ezt járja körbe egy pár történetén keresztül a film. Azért is szerettem, mert a Truman Show mellett ez az egyik olyan filmje Jim Carreynek, amiben meg tudja mutatni, hogy nem csak komikusként tud működni, hanem drámai színészként is. Ráadásul a film amellett tud ilyen romantikus filmesen szívfacsaró lenni, hogy teljes mértékben elkerüli a gicset, ami szerintem nem könnyű mutatvány, úgyhogy le a kalappal a készítők előtt. 95-es az Anand, elérkeztünk az első indiai filmünkhöz, de nem az utolsó lesz ezen a listán. Ráadásul ez egy új belépő, 2 hete még nem is volt a listán, úgyhogy lehet, hogy majd így ki fog szorulni, vagy lejjebb, vagy feljebb kerül hamarosan. Minden esetre ez egy régebbi film, úgyhogy hát inkább megmosolyogtató volt, mint élvezetes. Van benne egy rész, ahol ja, az indiai filmekben mindig énekelnek. Mindig. Vagy legalábbis én nem láttam meg olyat, amiben nem. Minden esetre az egyik jelenetében a főszereplő odaül egy zongorához, és amikor leüti a billentyűket, akkor nem zongora hang szólal meg, hanem a létező összes másik hangszer, annyira vicces, hogy így hangosan felnevettem, de így nyilván a filmet annyira nem tudom javasolni megnézésre. 94-et, a Dangalt, ezzel szemben már igen, és ez is egy indiai film, viszont elég modern, talán 2016-os, és ebben találkoztam én először Aamir Khannal, aki egy legendás indiai filmszínész, gondolom senki nem ismeri, vagy hát én nem ismertem ezelőtt a listelőt, az biztos, pedig nagyon nagy név, igazi self-made man a csávó, volt egy csomó filmötlete, elutasították az összeset, szóval a saját pénzéből megcsinálta az első filmjét, és akkor így utána beindult a karrierje színészként, rendezőként, és letarolta egész Indiát, meg valamennyire a világot is. Minden esetre ez egy nagyon jó film, egy sportfilm, igaz történet alapján készült, indiai birkózókról szól, lányokról egész konkrétan, szóval van ilyen feminista felhangja is, de nagyon indiai, tradicionális módon, nagyon fura volt látni, én meg nem is láttam ilyen filmet, hogy egyszerre vannak benne jelen ezek az újkori eszmék, de nagyon tradicionális különben, tehát simán belefér nekik, hogy az apuka milyen, hát sokszor kegyetlenül bán a lányaival azért, hogy kihozza belőlük a maximumot, hiszen a végén a lányok jól szerepelnek a sport eseményeken, tehát ilyen szempontból is elgondolkodható volt a film, de nem ezért marad emlékezetes. Aamir Khannak a filmjei, amiket én láttam tőle, az a három, az nagyjából ugyanolyan mindegyik, drámai film, hosszabb, de egyáltalán nem megterhelő, ezek nem nehéz filmek, tele vannak vicces momentumokkal, tele vannak zenékkel, ennek a filmnek baromi jó a zenéje, egyáltalán nem ilyen, hát olyan indiai zene, amire szerintem a legtöbben asszociálnak, ha ezt meghallják így, hogy indiai zene. Nagyon modern, én sokat edzéshez is hallgatok közülük a mai napig, mármint ebből a filmből. Ugye tényleg tudom ajánlani, hogy nézzétek meg. Ja, ezek is nagyon meghatóak ezek a filmek, tehát a végükre így el lehet érzékenyülni, de mondom, egyáltalán nem megterhelőek, tehát nem fogtok lefáradni, mint mondjuk egy átlag nyugati típusú dráma esetében. 93. az M, egy város keresi a gyilkost, hát ez egy német film, majdnem 100 éves, nem sokra emlékszem belőle, azon kívül, hogy nagyon-nagyon untam, úgyhogy haladjunk is. 92-es a Kafarnaum, a remény útja, ez 2 évvel ezelőtt jött ki ez a film. Valamilyen arab film, de most nem emlékszem, hogy pontosan milyen. Minden esetre arról szól, hogy egy kisgyerek bepereli a szüleit, amiért nagyon embertelenül bántak vele, ezzel nyit a film, aztán szépen bemutatják az életét, hogy miért is jutott el idáig. Amennyire arabos a film, annyira nyugatos narratívával dolgozik, és azokat a tipikus érzelmi billentyűket nyomogatja be, amit ilyenkor kell a nézőnél, hogy elérje azt a hatást, hogy nagyon meghatódjunk, meg is hatottam a végére, nem egy hosszú film, talán 1,5 óra. Úgyhogy adjatok neki egy esélyt, szerintem már csak azért is érdekes ezeket a filmeket nézni, mert egy teljesen más típusú kultúrát mutatnak be, ami nekünk egy picit azért innen Magyarországról idegen. 91-es, a Requiem egy álomért. Fú, ez a film, ez nagyon-nagyon jó, és nézzétek meg azonnal, amíg nem tettétek volna. Ezt nagyon rég láttam, nem akarok hazudni, de szerintem kb. 15 éve. 2000-es film, és totál emlékszem rá, hogy hogy láttam először, teljesen megmaradt minden. A nővéremmel néztem, a picike kis szobámban, a monitoromon, de ez volt az első olyan film,
amikor így ment a stáblista, de nem tudtunk felállni, csak némán ültünk egy helyben. Nagyon durva ez a film, nagyon sok mindenre emlékszem belőle, annak ellenére, hogy ahogy mondtam, elég rég láttam. Például a vágás technikájára, hogy mennyire gyors és mennyire érzékletesen mutatja be így a szerfogyasztást, mert hogy ez a film igazából így a függőségekről szól, nem is csak a drogokról, mert hogy több szál van benne, és hát ilyen prevenciós filmként kéne mutogatni szerintem, annak ellenére, hogy egyáltalán nem didaktikus, tehát nem érezte olyan szájbarágósnak. Nagyon durva képek vannak benne, ami sokkoló lehet egy-két embernek. Nagyon emlékezetes a zenéje, már-már legendásnak mondható, nagyon sok más médium is felhasznált ennek a filmnek a zenéjét azóta. Úgyhogy tényleg csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, mindenképpen nézzétek meg. A 90. film a Szédülés, vagy angolul Vertigo. Ez az első Hitchcock film a listán, de nem az utolsó. És Hitchcock volt nekem az egyik meglepetés a listán, mert hogy én valahogy azt vártam, hogy ezek a régi, de nagyon felkapott rendezők egy picit csalódások lesznek, vagy nem maradnak annyira frissek, és néha azért ez be is jött, de Hitchcocknál egyáltalán nem. Neki szinte az összes filmje a mai napig tempóhiba nélküli, meg akkor is, hogyha 2020-as szemüveggel nézem őket, tényleg nagyon gyorsak, a párbeszédek egyszerűen sokkal jobbak, mint a kortársaié, pedig a kortársai közül is a kiemelkedőbbeket láttam. Igazából arról szól, hogy megbíznak egy nyomozót, hogy kövessen egy rejtélyes nőt, akinek a történetében már-már ilyen ezoterikus elemek is vannak, és hamar kiderül, hogy ez az egész sztori azért több, aminek látszik. Van fordulat, meg minden, tehát teljesen olyan, mint egy mai film lenne, de egyébként nem csak a történet maradt meg, hanem a főbb szereplők is, például a férfi főszereplő több korabeli filmben is felbukkan, ezen a listán is, és abszolút frissnek mondható, pedig 60 évvel ezelőtti az alakítása, úgyhogy mindenképpen kóstoljatok bele ebbe a filmbe is, és nézzétek meg, hogy miért is tartják olyan nagy mesternek Hitchcockot. 89. a 2001 űrodüsszelja, hát ez a film, ezt szerettem a legkevésbé az egész listáról, az összes 100 film közül. Ez több dolog miatt is érdekes. Egyrészt például rögtön azért, mert ez egy Kubrick film, és Kubricktól minden filmet legalább szeretek, tehát jónak tartom, de inkább nagyon jónak tartom a filmjeit. Ezt a filmet viszont olyan szinten nem szerettem, viszont talán mondani, nagyon untam magam rajta végig, szerintem így hemzseg a tempóhibáktól, a fölöslegesen baromi hosszan kitartott snittektől. Leginkább arra emlékszem belőle, hogy mennyire sokat néztem utána ilyen elemző videókat, meg olvastam cikkeket, mert arra gondoltam, hogy bennem van a hiba, én nem értem a film üzenetét, és valami egészen egyszerűen nem jött át, de miután így legalább tényleg ilyen 2-3 óráig próbáltam megérteni, hogy mi történt, és úgy érzem, hogy több variációt is láttam és megértettem. Mégsem kerültem közelebb hozzá, és továbbra se szeretem ezt a filmet, és jaj, nem. A 88-as az 1917, ami egy tavalyi film, csináltam róla egy kritikát, úgyhogy nem vesztegetném az időt. Ez egy nagyon jó film, nézzétek meg, amíg nem tettétek volna, különösen moziban volt, igazán nagyon nagy élmény, de szerintem kisképernyőn is működik, úgyhogy aki még nem találkozott volna vele, az mindenképpen pótolja be. 87. a Good Will Hunting, ami egy nagyon jó film, egy nagyon jó drámai film, Matt Damonnal, Robin Williams-el, és mire emlékszem belőle, egy jelenetre emlékszem konkrétan, kisrázott a hideg, hogy így rágondoltam, amikor Matt Damon így a problémáit próbálja elnyomni, elrejteni, és Robin Williams mondja neki, hogy pszichológusként, hogy nem a te hibád, és Matt Damon itt folyamatosan tagad, meg így próbálja így félváról venni, nem tudom, és így nagyon hamar átfordul jelenet valami egészen másban, nagyon, talán az egyik legerősebb drámai pillanat, amit filmen láttam. Nagyon jó film, nézzétek meg mindenképp. 86. a Becstelen Brigantik, az első Tarantino film a listán, de nem az utolsó tőle sem. Nagyon szeretem ezt a filmet, talán az egyik Tarantino alkotásom, szerintem minden megvan benne, ami kell egy jó filmhez. Egyrészt, hát a nyitó jelenetet nézzétek meg, már csak abban olyan erős drámai feszültség van, hogy Jézusom, ennek ellenére ez az egyik legviccesebb film, amit valaha láttam. Hát fogalmam sincs, hány jelenetet tudnék belőle felidézni, ami betegre röhögheti magát az ember, de tényleg amikor először megnéztem, így emlékszem, hogy annyira nevettem rajta, hogy a moziban így feljön fordultak az emberek, persze ők is nevettek, úgyhogy nem volt annyira ciki. Tényleg nagyon jó, Brad Pittnek az akcentusa, úristen, ja igen, eredeti nyelven nézzétek ezt a filmet, mert nagyon sokat játszanak a nyelvvel, az idegen nyelvnek, az olasznak, a németnek, az angolnak nagy szerepe van benne. Amúgy szerintem a zenéje is emlékezetes a filmnek, meg a története is. Én itt találkoztam először ilyen nagyon nyilvánvaló történethamisító, traumafeldolgozó stratégiával,
a filmek esetében, és nálam nagyon működött, ugye ezt alkalmazta Tarantino, a Volt egyszer egy Hollywood esetében is, és szerintem ez egy tök jó formula, és így kicsit segít szembenézni ezekkel a hát nem túl jó dolgokkal, amik történtek. Ráadásul ezt az egészet a saját stílusában sikerült elmesélni, szóval tényleg nagyon-nagyon jó film. 85. a Kutya szorítóban, úgyhogy meg is érkeztünk a következő Tarantino filmhez. Én szerettem ezt a filmet, de annyira nem nyűgözött le, mint amennyire magasak voltak az elvárásaim vele szemben, ezt nem olyan régen láttam. Egy-két jelenetre emlékszem belőle. Ez egy akciófilmnek mondható, de jellemzőek benne a Tarantinós párbeszédek, egy dolog maradt meg benne, pont egy dialógusa, miért nem adunk borravalót valakinek, nem tudom miért, ez a film elején van, de ez maradt meg benne, annak érve, hogy azért itt is vannak dögivel véres jelenetek, amik jellemzőek a mesterre. Igazából nem volt vele semmi baj, csak amennyire jó a többi filmje az én szememben, ez annyira csak simán jó volt. A 84. a Jedi visszatér, találkozunk a Star Wars-szal. Nekem talán ez a kedvenc Star Wars filmem, ami nagyon nem divat, mert az összes kritikus meg a rajongók is mindenki azt mondja, hogy a Birodalom visszavág a legjobb Star Wars film. Nem olyan rég megnéztem újra a Skywalker szagát, mind a 9 filmet, és talán ez tetszett mégis a legjobban, a nyilvánvaló hibái ellenére, vagy a fölösleges jelenetei ellenére. És mondom, újra néztem, tehát nem csak a gyermeki romantikus visszaemlékezés beszél belőlem, most is szeretem, most is kiváltotta belőlem ugyanazokat az érzelmi reakciókat, most is nagyon menő volt. Szerintem egyébként ebben a filmben annyira látszik, hogy mennyit fejlődtek a színészek. Az első Star Wars filmnél azért a színészi játék az kemény. Viszont így a harmadik filmre, vagy hát a hatodik filmre, attól függ, hogy honnan nézzük, azért ez sokat javult, úgyhogy szerintem ez is javított az én film élményemen. De én szeretem az ilyen nagy lezárásokat, meg lehet érte kövezni, de egyszerűen ez közelebb áll hozzám, amikor így learatjuk azokat a build-upokat, amikre ugye előtte két filmen keresztül került sor. És nem hiszem, hogy sok ember van még, aki ne látta volna a Star Wars szagát, vagy legalább valamelyik trilógiát belőle, mert akkor a hatása a popkultúrára, hogy azt nem lehet túlbecsülni, de ha van még ilyen ember, akkor annak azt tudom javasolni, hogy mindenképpen tegye vele egy kísérletet, mert igazán meglepheti, még akkor is, ha nem szereti alapvetően a skifit vagy a régebbi filmeket. 83. az Amadeus, amit én énekórán láttam először, mert hogy ez a film Mozart életéről szól. Egy egészen eredeti perspektívából, Salieri perspektívájából, aki kvázi mindig féltékeny volt Mozartra a képességei miatt, de a kapcsolatai, meg így a józan esze, hát megfelelőbben működött, mint Mozartnak fogalmazunk így. És szerintem az a film nagyon jó, és sok mindenre emlékszem belőle, például Mozart baromi idegesítő nevetésére, hát ez valami egészen zseniális. De ezen kívül még arra is, hogy mennyire egyedinek tartottam azt, hogy nem úgy ábrázolják ezt a legendás zeneszerzőt, mint egy ilyen megközelíthetetlen alak. Szerintem a legtöbb ember valahogy így gondol rá, én legalább is mindenképp, gyerekként legalábbis. És ez a film sokat segített abban, hogy eltávolodjak ettől az értékeléstől, és megértsem, hogy ő csak ember volt, valószínűleg hibákkal, meg nagyon fura tulajdonságokkal együtt, annak ellenére, hogy irgalmatlanul tehetséges zeneszerző volt. A film egyébként Mozart haláláig tart, és egy picit kiszínezi a valóságot azért, de szerintem megfelelő drámai érzékel, nyilván azért, hogy szolgálja a mondani valóját és ezt az egyedi történetet, amiben azt nézhetjük végig, hogy milyen is az, amikor egyszerre rajongsz valakiért, csodálod, és közben baromi mélyen meg is veted. Ez egy nagyon egyedi dinamika, nagyon egyedi kapcsolat, ami a két szereplő között van. Én nem is emlékszem rá, hogy láttam még olyan filmet, amiben hasonló kapcsolatot mutatnak be. Minden esetre ez egy abszolút egyedi film, úgyhogy jó szívvel tudom nektek ajánlani. 82. a Mint csillagok a Földön, egy újabb indiai film, egy újabb Amir Khan filmről már beszéltem, a Self-Made Man, és itt is ilyen kvázi főszerepet játszik, illetve a főszerep egy kisfiúé, de talán a másodhegedűs az ő maga. Ez a film arról szól, hogy van egy kisfiú, aki nem tud beilleszkedni a hagyományos oktatásba, valami problémája van. Úgy tűnik elsőre, hogy csak azért, mert nem érdekli ez az egész tanulás dolog. Aztán elkerül egy különleges iskolába, ahova megérkezik egy egyedi művészeti tanár, Amir Khan természetesen, aki megérti, hogy mi is a probléma a fiúval, diszlexiás, és máshogy kezeli, mint ahogy eddig tették, és természetesen kivirágzik a fiú, és minden ilyen jóra fordul. Ahogy mondtam, ilyenek az indiai filmek. Ez a film azért táncolt erősen a gics határon, ez is zenés, ez is ugyanolyan formulával, mint az előző Amir Khan film. Egyszerre drámai és ilyen sírsz a végén, vagy hát ezt próbálja elérni, meg nevetgélsz rajta végig. Úgyhogy
egy egészen jó film ez is, nem veszítetek vele semmit, ha megnézitek. Sőt, szerintem meg is lehet rajta lepődni, hogy hova jutott el az indiai filmművészet, főleg ha valaki megnézi a már említett 95. filmet, az Anandot, ami egy 70-es évekbeli film, hogy 50 év alatt mit is értek el az indiaiak, és vajon mi magyarok miért nem tudjuk ezt elérni, szigorúan technikai szempontokról beszélek, úgy mint vágás, fényképezés, mert ezekből az aspektusokból bizony ezek a modernebb indiai filmek egészen jók. 81. a Menny és pokol, ami egy 60-as évekbeli japán film, egy ilyen elrablós, nyomozós történet, amit én meglehetősen untam, úgyhogy nem is vesztegetném rá a szót, inkább haladjunk tovább. A 80. film pedig a Toy Story, az első rész méghozzá, ami elindította az egész szériát, amiből most már 4 film van, tök durva, és mind a 4 nagyon jó minőségű. Az első is egészen jól tartotta magát, azért nagyon érdekes látni, hogy mennyit fejlődött a technika az első és a negyedik rész között. Főleg ami a megjelenítést illeti, de az első rész is azért jól tartja magát. És hát ezt azért elsősorban a története miatt szeretjük, vagy én legalábbis mindenképp azért szerettem. Ezt újra néztem, amikor kijött a negyedik rész, ami tavaly volt, vagy tavaly előtt. És abszolút szerettem egyébként az összes részt, de talán az első volt a legjobb mind a 4 közül. Itt mutatták be ezeket a karaktereket, nagyon jól működik a film a gyerekeknek, ugye folyamatosan mind a 4 filmben igyekeztek azért a felnőtteknek is csúsztatni valami komolyabb mondani valót, és egy ilyen felnövés történetet kihozni az egészből. A zenéje egészen különleges és fülbe mászó, és a szinkronja is meglehetősen jó, úgyhogy igazából csak pozitívot tudok mondani az első Toy Story-ról. S aki szereti a meséket, és különösen az ilyen hagyományosabb Disney meséket, annak ez a film nem fog csalódást okozni. És ezzel a végére is értünk 100-tól 80-ig az IMDb top 100-as listáján. A következő részben 80-tól 60-ig fogunk haladni, és megnézzük, hogy azok a filmek mit tudnak. Mindenesetre ennyi lett volna a mai disputa. Ha tetszett a videó, akkor kérlek kedvejétek és iratkozzatok fel a csatornára. Én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!